Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullám. Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani. Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja. Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa rádió 1990 szilveszterén sugárzott műsorát. Németh Sándor operett színésszel beszélget Demján László. Hogy zárja 1990-t, és hogy kezdi 1991-et? Németh Sándor, a színész, a rendező és a színházigazgató. Elég nehéz, mondhatnám úgy strappás év után. Remélem egy kicsit könnyedébb jön, főleg lelkiekben könnyedébb jön. A nehézsége ennek az elmúlt esztendőnek a szegény országunk gazdasági helyzete, a szegény színházunk gazdasági helyzete miatt meglehetősen problematikus volt nekem, és eléggé nyomasztó volt, sok álmatlan éjszakát okozott nekem, mert fő gondom az volt az elmúlt esztendőben, hogy 360 embernek, akik az Operett Színházban szerződésben vannak, azoknak továbbra is szerződésük legyen, amennyire lehet mind a 360-nak, vagy ha divatos szóval érjek, karcsúsítani kell, akkor csak annyi embert kelljen elküldeni, ami nagyon-nagyon fontos, hiszen ezekkel az emberekkel én 25 éve együtt élek itt ebben a színházban. Kollégáim voltak kezdettől fogva, ma is kollégáim, és könnyű számokkal dobálozni, hogy 50-100 embert küldjünk el, de mikor velem szembe beül X vagy Y, azok nekem tényleg jó barátaim, akik mögött én látom az embert, a családot és a sok problémát. Térjünk vissza a kezdethez. Hogy kezdted? Mikor pattant ki a szikra, hogy színész szeretnél lenni? Mik voltak az első lépések? És, főiskola, stb. Hát a legelső lépések az körülbelül 4 éves vagy 5 éves koromban volt. Szombathelyen a püspök úrnak szavaltam, mint óvodás. De hát aztán utána sokáig nem foglalkoztam ezzel a gondolattal, hogy belőlem színész lett. Édesapám pilóta volt, és állandóan repülő szerettem volna én is lenni. Lettél is? Hát aztán repülgettem is, 4 éves koromban kezdtem az ő ölében, 16 éves koromban egyedül repültem vitorlázó repülővel. Hát ez életem egyik legszebb korszaka volt ez a gyerekkor, mert egy csodálatos családi körülmények között nőhettem föl. Egyetlen gyerek voltam, de nagyon keményen neveltek. De valódi, igazi családban nőhettem föl, ráadásul nagyon szabadon, mert kimentem az ajtón is, 10 kilométerre volt a következő ház szinte, mert a nagy repülőtér ott volt előttünk. Legjobb barátom a kutyám volt, mert hogy egyedül voltam ott. Viszont 9 éves koromtól már motorbiciklit, autót vezethettem, és hát, ahogy említettem, ha valami jót tettem, akkor édesapámtól egy startot kaptam ajándékba. Már azért elemi iskolás koromban volt egy kedves tanárom, Andók Istvánnak hívták el, ő tartott egy szavaló versenyt az iskolában, amit én megnyertem, de aztán utána operettet mutattunk be, a Bűvös Táska című meseoperettet, majd a János Vitézt, aminek én voltam a címszereplője. Én a pásztorok királya, legeltetem nyája, nem törődöm az idővel, a szívemben nyár van. Szerelemnek forró nyara égeti a lelket,
mióta azt a kislány egyszer megöleltem. Bebejárom a faluba, és egy illusztrámhoz. Az én nevem, az én nevem, Kukoriza, Kukoriza. Kukorica közt találtak, ott szedtek fel engem. A nevem is hely parasztos, de én nem szégyellem. A juhásznak év elég ez, úri cifrám nem kell. Ragaszkodom a nevemhez, igaz szerepettel. Becsületes jó magyar nép, nem hívez, nem hámoz. Az én nevem, az én nevem, Kukoriza, Kukoriza János. Hát ezek aztán már úgy elindítottak mégiscsak a pálya felé, legalábbis már úgy megpörkölt, megéreztem a bretl szagát. Szüleid helyeselték? Édesanyám nagyon ellenezte, édesapám nem bánta. Ő csak az ellen volt, hogy ne legyek repülős. aztán így történt, hogy Szombathelyen a Nagylős gimnáziumban leérettségiztem. Jelentkeztem a színművészeti főiskolára, ahova akkor nem vettek föl. Mivel ugye az első felvételi vizsga Győrben volt, a Győrbe viszont annyira tetszettem, hogy oda a szerződést kaptam, mint segédszínész. Úgyhogy tényleg teljesen alulról kezdtem. Ki volt akkor az igazgató Győrben? Bernes Gyula, történész tanácsi ember volt. És a főrendező? Giric Mátyás volt a főrendező, aki akkor éppen elment, ott éppen olyan változások voltak. Aztán két év múlva Pestre kerültem, úgy külön órákra bejárogattam a főiskolára, és tulajdonképpen azóta vagyok a Fővárosi Operett Színház tagja. Most mennek idestöve 20, nem is tudom hány esztendeje, szóval már nagyon régen. Az Operett Színházban nagyon kis apró szerepekkel kezdtem. Úgy vettek föl, mint táncos komikusi utánpótlást, aztán körülbelül másfél év után, mikor több egyeztetési probléma miatt szereplőket nem lehetett színpadra állítani, akkor lehetőségem nyílott beugrásra, és aztán itt bekapcsolódott a szerencse az életembe. Kik voltak azok az idős kollégáid, akik azóta vagy nyugdíjban vannak, vagy sajnos eltávoztak az élők sorából? Hát éppen most odaértem volna, hogy a szerencse az elsősorban Honti Hanna és Szendrő Miklós képében jelentkezett. Beugrottam a Kiss Mikét, Csókolj meg Katám című musicalbe, és pontosan ezt az előadást nézte meg a Honti Hanna a Szendrő Jóskával, ugyanis akkor készült az Operett Színház a Nagymama című Csiki Gergely darabra. Honti Hanna játszotta a címszerepet, Szendrő József rendezte. És mikor megnézték a beugrásomat, akkor azt mondták, hogy ez a fiú lesz a fiú unoka. A lányunoka egyébként Lehocki Zsuzsa volt. És hát így is lett, ott mindjárt egy olyan csapatba kerülhettem, ahol Honti Hanna, Feleki Kamil, Fónai Márta, Pagonyi János, Szendrő József, Mennyászki Ági, Lehocki Zsuzsa lettek a partnereim. Tehát az igazi nagyok. Tehát az igazi nagyok. Akik borzasztóan egy szeretettel fogadtak, nagyon-nagyon neveltek, azt hiszem tulajdonképpen ez volt az igazi főiskolám. Nagyon nagy szeretettel kell visszagondoljak Feleki Kamilra, aki mint kezdő fachtársat talán egy kicsit, teljesen a hón alá vett, többször meghívott magukhoz vacsorára,
szereppel foglalkozott velem, jó tanácsokat adott. De olyanok is voltak, hogy például a Honti Hanna, akitől általában mindenki tartott, akkor volt először probléma a gyomrommal, akkor elintézte, hogy kivigyenek engem a Kútvölgyírbe kivizsgálni, majd felajánlotta, hogy menjek föl hozzá étkezni, mert nála borjúhúst is lehet enni. Természetesen nem mentem föl, de ez a gesztus maga, ez nagyon-nagyon jól esett. Azt hiszem, tiszteletként Honti Hannától és Feleki Kamiltól itt lejátszhatnánk egy olyan számot, amely az ő repertoárjukból van. Mint aki felöntött a garatra, hanyat veti magát egy széken. Haj, Mási Péter. A barométer esőre áll. Ne búcsúj, rózsám, mert az egy garatjami. Felkérik Cilikét. Másik Péter, vagy másik pár, a barométer nem imponál. Húzod a lányba főbe, de ugram a nagy fejkönyvbe, vagy másik Péter, mit te válsz? Na most ezek után folytatva, Németh Sándor, hogy ment tovább karriered? Azt hiszem, nagyon gyorsan magasra ívelt. Jöttek a főszerepek? Hát igen, elindultak a főszerepek, aztán hát nem olyan gyorsan, de azért mégiscsak eléggé meredeken ment fölfelé a karrier, a semmiből szinte. De egymás után kezdhettem el játszani a táncos komikus főszerepeket, musical főszerepeket. Akkor lett változás a színházba, ide került a Operettszínházhoz főrendezőnek Vámos László, aki bennem látta a fiatalitás egyik pontját, és ő mind musicalben, mind operettben, hát hogy egy rossz szót használjak, tett rán.
Szóval foglalkoztatott. Élt még akkor Lata Barkalman? Lata Barkalman is még az elején akkor élt, még vele is játszottam együtt a Lili című operetben. Milyen emlékeid vannak róla? Hát nagyon-nagyon-nagyon kedves ember volt. Borzasztóan felkészülten jött mindig minden próbára. Minden poént 500-szor kipróbált, utcán elmondta, megállva, díszítőket megfogott, megkérdezte, hogy mit szól hozzá, hogyha így mondaná a poént, mi a véleménye. Szóval nagyon tudatosan fölkészült mindig minden szerepére. Én már az, aki voltam, néha-néha úgy fáj a szívem. Életemet régen eltaloltam, nem segíthet rajtam senki sem. Szerelmes voltam egy szép asszonyba, elbúcsúzom és megyek tovább. Nem vagyok én már az, aki voltam, szép asszonyok, szép jó éjszakát. Szerelmes voltam egy szép asszonyba, elbúcsúzom és megyek tovább. Nem vagyok én már az, aki voltam, szép asszony, szép jó éjszaka. Te a fiatal generációhoz tartozol, vagy ha egész precíz akarnék lenni, mondjuk a közép generációhoz. Az a hit és az az alázat, amely már majdnem bibliai alázat volt a régi generációban, folytatódott, az az érzésem még nálatok, de kihalófélben van ma. Vagy rosszul látom? Hát azt hiszem igazad van, de éppen ezt szeretném elérni most én az Operett Színházban, hogy ez a hit visszatérjen. Részben egy pár fiatalt sikerült szerződtetni az elmúlt egy-két esztendőben, mióta én itt olyan pozícióban vagyok. Ezek egy része, ráadásul főiskolai tanítványom is volt, mert volt két esztendő, hogy tanítottam az operett és musical szakon, és ezekbe úgy, hát igyekszem beleverni ezt a hitet, illetve nem engedem őket hit nélkül színházat csinálni. Honnan tanultál meg németül? Kiválóan beszélsz. Hát most már elég türetően beszélek, de tulajdonképpen megint életem egyik következő szerencsepontja kellene, hogy következzék. 1971-ben, miután már az Operett Színházban Vámos László rendezésében játszottam a Csárdás királynőben a Bóni grófot, Szinetár Miklós rendezésében készült egy koprodukciós osztrák, nyugatnémet
magyar film, a Csárdás királynő. És akkor szereplőket kerestek, Anna Mufó volt a címszereplő, René Kolló játszott benne, Dagmar Koller, és hát engem választottak ki a Bónira. Ezt a filmet annak idején németül, angolul és magyarul készítettük el, tehát nagyon gyorsan meg kellett tanulnom a szerepet németül és angolul is. Ez aztán egy akkora lökés volt, hogy hát nyelv nélkül nem lehet élni, hogy elkezdtem komolyabban foglalkozni a film után a német nyelvvel, és utána ennek a filmnek a hatására szerződést kaphattam Ausztriába, és hát aztán a szerződés és a nyelvtanulás, ez most már egy év ötvöződött, és úgyhogy kint praxisban is gyakorolhattam a nyelvet, és hát azóta nagyon sokat foglalkoznom kellett vele. Olyan fokon, hogy eleinte nagyon jó volt a magyaros akcentusom, de aztán elkezdtem musicaleket is kint játszani, amiből viszont nagyon rossz volt a magyaros akcentusom, úgyhogy hát én ott kint beszédórákra jártam. Nagyon nagy szükséged van most, ahogy hallottuk, megnősültél, és osztrák feleséged van. Gondolom, otthon csak németül beszéltek. Nem tudom, kedves feleséged, beszél magyarul talán pár szót? Hát ez már egy 10 éves kapcsolat, ami most szeptemberben megpecsételődött. Remélem, hogy továbbra is olyan jól fog tartani, mint ahogy ez a kapcsolat volt. Sajnos keveset beszél magyarul, de éppen azért, mert nekem volt nagyobb szükségem a nyelvre, a német nyelvre, azért németül folyik nálunk a társalgás, bár most az utóbbi időben, mióta többet tartózkodunk Magyarországon, azóta ő is tanulgat magyarul. Pusztán azoknak a kedvére, akik esetleg még nem tudják kedves feleséged nevét? Gabi Bischoff. Most visszatérve még egy mondattal a régi nagy generációhoz. Honti Hanna, Németh Marika, Feleki Kamil, stb. Nem a személyükkel összefüggésben, de az operettel, mint olyannal, amely valaha Magyarországon, csak úgy, mint Bécsben, rendkívül nagy tradícióval bírt, és valahogy manapság az operettnek egy kicsit megmosolygott jellege lett. Nem tudom, hogy helyese az, hogy a musical elhódítja az operett közönségét? Vagy a két műfaj egymás mellett továbbra is egyenrangúan meg tud élni? Az elmúlt esztendőkben szerencsém volt Tokiótól Los Angelesig operettet játszani. Tényleg teljesen más embereknek. Én úgy érzem, hogy az operettnek a világba szép lassan megint reneszánsza kezdődik. A másik dolog, amit még ehhez tudnék mondani, hogy egy japán impresszárió azt mondta, hogy ő nem szereti az operettet, illetve szereti az operettet. Kérdeztem, hát hogy érti ezt? Úgy általában, hogy látom az operetteket, nem szeretem. De ha látok egy-egy olyan előadást, ahol hát ott nekem udvarolt egy picit éppen, mert én játszottam, mint amilyen te vagy, és itt szeretnék visszatérni a Hontira, Felekire és a többiekre. Ha igazi egyéniségek játsszák az operettet, abban a pillanatban az operettnek olyan bűve lesz, hogy egyszerűen a közönség, még az a közönség is, amelyik előítélettel ül be az operetthez, nem tud többé neki ellenállni. De ehhez tényleg nagyon jó szakemberek kellenek, hogy színpadon, illetve a színpad környékén legyenek, és nagyon nagy személyiségek. Ha ez a kettő ötvöződni tud, akkor az operettnek van igazi reneszánsza. Igen, ha nem tudom, egyetértesz-e azzal, igaz-e az az elmélet vagy mondás, hogy az operett, csak úgy, mint az opera, folytatása a drámának, a dialógusnak, nevezetesen, ha a dialógusban már az érzelmek olyan forró fokra hágnak, hogy prózában nem lehet kifejezni, akkor dalra kell fakadni. Most, hogy ezt a nagyon csúnya kifejezést használjam, igaz ez? Hát így igaz, bár az operettben néha vannak ilyen betét jellegű számok is, amit a musical nagyjából igyekezett kiiktatni,
De ma már úgy érzem, hogy operettet is egy kicsikét úgy másként kell játszani, hogy mindazzal, amit a fiatalabb testvér a musical hozott a zenés műfaj színpadára, azoknak az eredményeit bele kell ötvözni az operettbe is. Tehát nem annyira statikusan, hanem a musical mozgásvilágával és mai ritmusával lehet inkább a mai emberhez hozzá közelíteni az operettel is. Van egy kislány Anikó, rózsás tünemény, csak ő tudja, mi a jó, a cukrás sütemény. A fiúktól és a csóktól júj, nagyon fél, ha lát egyet utcon, neki fut, mint a szél. Ám egy május délután jött egy buksi úr, Vizsga helyett Anikó csókolni tanul. Már nem mondja júj, se nem jaj, inkább jó, mert ilyen lány az Anikó. Tündérmese mindig volt, és mindig lesz, mert a tavasz, ez a primasz úgy szédít, mint egy hortószesz. Angyal, akit megláttam, égi káder, s ebből lett a sláger, ez nem száll el. Van egy kislány Anikó, rózsás tünemény, csak ő tudja, mi a jó, a cukrás sütemény. A fiúktól és a csóktól júj, nagyon fél, ha lát egyet otthon, neki fut, mint a szél. Ám egy május délután jött egy buksi úr, Vizsga helyett Anikó csókolni tanul. Már nem mondja júj, se nem jaj, inkább jó, mert ilyen lány az A, ilyen lány a B, ilyen lány az Anikó. Az igazán nagyok, prózai szerepben is kitűnőek voltak. Kérdésem, vajon egy színész, amikor elindul a pályáján, tudja-e, hogy operett színész lesz, vagy valahol a kettőből, a drámai színészből és az operett színészből csúszik el azután a zenés műfaj felé? Hát én talán magamról annyit tudnék mondani, hogy én soha nem akartam operett színész lenni. Valahol talán még bennem is megvolt éppen ez az előítélet, amit most nagyon elítélek. Mindig prózát szerettem volna játszani, csak aztán úgy útközben rájöttem, hogy például én egy konyhában meg tudtam tanulni azt a táncot, amit a többiek két hétig a balettelepben tanultak, én meg egy óratot megtanultam, tehát ehhez valami kis érzékem, picit plusz érzékem van, mint máshoz, és hát akkor ezt ki kellene használni. Úgyhogy az igazi szerintem az, hogyha ezt a mind a három dolgot, tehát szint játszani, énekelni, táncolni, olyan fokon tud valaki, hogy az egyedül is mind a három megállhasson. Melyik lenne az a szerep, amit szívesen, prózai szerep, amit szívesen játszanál? Volt-e ilyen vágyad? Tulajdonképpen úgy nincs olyan vágy szerepem most utóbbi időben. Most és annyira, valaha? Hát régebben volt mindenféle, de tudom, még fiatalabbkor mindig a Pergüntöt szerettem volna játszani, de hát most az utóbbi időben annyira, hogy más irányba vagyok kénytelen gondolkodni, hogy nem tudok ezzel foglalkozni. Csúnya kifejezés, hogy az operett a könnyű műfajhoz tartozik. Egyáltalán ez a megfogalmazás, hogy könnyű műfaj, és ezzel ellentétben azt persze nem igen szokták mondani, hogy nehéz műfaj, mert az meg még csúnyábban hangzik. Egész egyszerűen nem látom a jó magyar kifejezést erre. Mégis engedjünk a csábításnak, nevezzük az operettet könnyű műfajnak. Ha könnyű műfaj azért, mert az embereket elszórakoztatja, mert a hétköznapi nehézségeikből, a hétköznapi problémáikból másfél-két órára kitépi, akkor az operettnek nagyon nagy jelentősége van. Megkapja-e a társadalomtól Magyarországon az operett ezt a
tiszteletet. Hát talán a könnyű műfajról annyit még, hogy akkor attól könnyű szerintem ez a műfaj, hogy könnyűnek kell, hogy látszon. Nem attól, hogy az ember csinálja. Tényleg szerencsém volt világsztár operaénekesekkel együtt énekelni operettet. Hogy csak most a utóbbi nyára gondoljak, ahol Mörbisben a partnernőm, a Sonja Gazárien volt, aki a Metropolitanben énekel, a Bécsi Státszopernek a tagja, vagy annak idején az Annofó, és így tovább, és így tovább, akik mind majdnem elvéreztek az operetten. És akkor mindig megállapították, hogy hát bizony az operett az nagyon nehéz, mert pontosan mert, hogy könnyűnek kell, hogy legyen. És ők mindannyian egy kicsit nehezek ehhez, mondták. Visszatérve a kérdésre, úgy érzem, hogy ha nem is panaszkodhatnánk, most nem egyes szám első személybe beszélnék, hanem inkább a színház és a színházunk tagjai nevébe, de azért van egy ilyen kicsit másodsorba tevése fölülről a műfajnak, bár az elmúlt esztendők külföldi nagy sikerei, az operettszínház külföldi nagy sikerei azt hiszem egy kicsit ezt a rossz helyzetünket jobbá tették. Nem szeretnék politizálni, különösen nem az operettben, amely valahogy nem fér össze, mégis nem engedhetem el a kérdést, hogy az új Magyarországon, a demokratizálódó Magyarországon, ha ez még gyermekcipőben is jár, hogy alakul az operettszínház sorsa? A prózai színészek és a prózai színházak jajkiáltásait hallani minden nap. Bevezetődben említetted, hogy esetleg szűkíteni a színház keretét, néhány embert elbocsátani, ami fájdalmas dolog. Nyugaton, rengeteget szerepelsz nyugaton, tudod, hogy hány színész van állás nélkül. A munkanélküliség, a színész munkanélküliség óriási. Mi az, amivel ezt meg lehetne oldani Magyarországon? Meg lehetne oldani azt például, hogy mondjuk az 50-es vagy 60-as években voltak színészek, mondjuk vegyük alapul a Madách Színházat, x száz társulati taggal, és abból 5-6 vagy maximum 10 játszotta a jelentős szerepeket, a többiek, hogy úgy mondjam, felvették a fizetésüket. Hogy lehet a kettőt valahogy áthidalni, a kettőből valami olyan konszenzust csinálni, hogy megmaradjon egyrészt a színészek kenyere, másrészt a gazdasági problémák is megoldódjanak? Hát, hogy csak 250 kilométerre arrébb menjek, én dolgozom egy színházban, a Bécsi Volksoperben, ahol most már 82 óta állandóan dolgozom. Előtte a Rajmund Teáterben, meg a Grácz Operában is szerepelgettem. De ez egy nagyon nagy létszámmal dolgozó színház. Borzasztó nagy szubvencióval, szóval az operettszínház szubvencióját ezt egy napon nem is lehet a Volksoperéval említeni. Ugyanakkor épp a Rajmund Teátert említettem, ahol pár esztendővel ezelőtt új igazgató jött, a Péter Weck, aki a teátrendelmének is az igazgatója, ahol mikor ő jött, mindenkit elküldtek, aztán bemutatták az egyik színházban a Ketszet, a másik színházban a Kóroszlányt, és arra a darabra szerződtettek zenészeket, táncosokat, szereplőket, mindenkit. Tehát százak kerültek az utcára. Azt hiszem, most ez két mintájú színház, a Theater an der Wien, Rajmund Teáter és a Volksoper. A Mienk az egy ilyen kicsit Volksoper mintájú színház, azt hiszem, hogy ennek a mintájú színháznak a rovására menne az, hogyha itt drasztikusan kellene elbocsátani embereket. Akkor nem lehet repertoárban játszani, mert hogy most ugye tél van, ilyenkor egy énekesnek csak két vékony kicsi hangszála van, megfázik, már este nem tud énekelni, esetleg szombaton és vasárnap, amikor dupla előadások vannak.
És ugye a műszak miatt nem tudjuk megcsinálni azt, hogy délután más előadás legyen, este más előadás, ugyanaz az előadás kell legyen. Egy nehéz partiból kettőt egy ember egy délután és este nem is tud elénekelni, tehát már kettő kell, de ha azok közül valaki beteg, akkor már kell egy harmadik és négyik egy szerepkörre is. Tehát úgy érzem, hogy ebben a fölállásban, ilyen jellegű színházat csinálva, tényleg a minőség rovására menne az, hogyha itt komolyabban kellene szűkíteni. Viszont a gazdasági előfeltételei megvannak annak, hogy tartani tudod a művészeket? Hát, ez nincs meg. Ez nincs meg. A színháznak a szubvenciója az 5 évvel ezelőtt ugyanannyi volt, mint ma. Csak 5 évvel ezelőtt ez a pénz sokkal többet ért. Ráadásul én azt szeretném, hogy ugye külföldre járogattunk ott, ahol elértünk egy bizonyos fajta szintet, nem csak művészi szintet, hanem egy látvány szintet is. Ez alá nem lehet menni, mert hogyha topisabban jelenünk meg, akkor jövőre mentünk utoljára. Aztán soha többet nem. Szívesen vagy igazgató? Érdekel a dolog, de hát ahogy előbb már említettem, bizony álmatlan éjszakáim vannak. De hát ez főleg amiatt van, hogy egyrészt nem tudok annyi fizetést adni, mint amennyit tudom, hogy kellene, hogy adjak. A másrészt pedig abból adódik, hogy hát gondjaim vannak, hogy mindenkit tartani lehet-e. A harmadik dolog, ami viszont természetes, ha van egy színházban 50 színész, bemutatunk egy darabot, abban van körülbelül 5 jó szerep. Ha azt még kettősbe ki is osszuk, akkor 10 ember boldog, 40 ember boldogtalan. Mert minden színész természetesen azért van ezen a pályán, mert azt hiszi, hogy ő ide az oroszlánt is. Igen, persze a kulisszák mögött mondjuk az irodádban olyan munkatársaid vannak, akik ha nem vagy jelen, akkor is viszik a színházat. Gerő Zsuzsát említem csak például, aki nélkül azt hiszem a Fővárosi Operett színház elképzelhetetlen lenne. Legalábbis én így gondolom egyetértesz vele. Nagyon-nagyon, úgyhogy azt hiszem ez volt életem egyik legnagyobb húzása, hogy Zsuzsit kértem fel arra, hogy legyen a titkárnőm. A Szabad Európa Rádió 1990 szilveszterén sugárzott műsorát hallották. Demján László beszélgetett Németh Sándor operett színésszel. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.